Hat nappal azután, hogy a mohácsi csata emléke előtt tisztelgő lovas zarándokok útjuk során Ercsit is útba ejtették, a csata emléknapján augusztus 29-én városunk vezetői is megemlékeztek a sorsfordító eseményről. Kulics Ildikó alpolgármester beszédében a nehéz, vészterhes történelmi időszakok jellemformáló, nemzetformáló hatásairól is beszélt, megemlítve, hogy ezeken a megpróbáltatásokon a magyarság újra és újra felül tudott emelkedni, és végül meg tudta védeni szuverenitását, ezért az önállóságért pedig most is nap mint nap meg kell harcolni. Tisztelt megemlékezők! Van egy mondás, amely szerint a nehéz idők erős embereket formálnak. Az erős emberek jó időket hoznak el, a jó idők gyenge embereket formálnak, a gyenge emberek nehéz időket hoznak el. A török uralma alatt csupa erős ember született a hazában, és eljöttek a jó idők. Talán ez a legfontosabb üzenete a mohácsi csatavesztésnek és az azt követő török hódoltságnak. Majd később ugyanez ismétlődik akkor, mikor a magyarok kiszabadultak a Habsburgok fennhatóságából, vagy a kommunisták szorításából. Erős nemzet a miénk. A mi keresztünk, hogy ezt történelmi korszakonként újra és újra bizonyítanunk kell. Sok kétségünk nem lehet, most is ez a helyzet. Most is meg kell mutatnunk az erőnket. Veszélyes időket élünk. Mások akarják megmondani, hogy miről és hogyan gondolkodjunk. A magyarságunk, a nemzeti szuverenitásunk kerülhet veszélybe.